A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogy azt már megszokhatták itt az elmúlt napokban, hetekben, a székesfehérvári képviselőtestület tagjaival beszélgetünk ebben a műsor sorozatban. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Pintérné Varga Anna Máriát, a DK önkormányzati képviselőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ugye azt elmondhatjuk, hogy nem is olyan régóta tagja a képviselőtestületnek, ugyanakkor aktívan a közéletben már régóta részt vesz. Mégis mit kell tudni ezekről a szerepvállalásokról? 10 éve vagyok a párt tagja, és tevékenykedek a városért, az itt élő emberekért. Több mint 3 éve a Humán Bizottságban dolgozom, és próbálom segíteni az embereket az egészségügyben és szociális területen szerzett tapasztalataimat próbálom hasznosítani. Hogyha jól tudom, akkor ön a DK-nak a városi alelnökeként is dolgozik. Igen, Júcival már nagyon régóta dolgozunk együtt, mióta ő ugye magasabb szintre ment, azóta én irányítottam a DK elnökséget, most jelenleg alelnökként dolgozom, és Júci szavaival élve egyforma karakterek vagyunk. Mindketten mindent megteszünk a város érdekébe, és dolgozzunk. Kompromisszumokra hajlandó vagyok, és egyes területek vagy munkák esetén egyeztetést is szívesen vállalok Fehérvár érdekében. Mit kell tudni, számított egyébként arra, amikor ugye Lászné Földi Juditból országgyűlési képviselő lett, hogy ön fogja majd betölteni az önkormányzati képviselői pozíciót, tehát hogy ön kapja meg a mandátumot? Az igazság az, hogy tulajdonképpen számítani nem számíthattam rá, mert ugye több listáról bekerült ember volt. Az ellenzéki pártok egyeztetése alapján kaptam én ezt a megtiszteltető feladatot, hogy tagja lehetek az önkormányzatnak, és dolgozhatok az itt élő emberekért. Milyen az együttműködés az ellenzéki frakcióban? Mennyire segítik a képviselőtársai a munkát? Mi a tapasztalata? Most már azért beszélhetünk tapasztalatról. Nagyon kevés a tapasztalatom. Hát tulajdonképpen egyelőre még ízlelgetem a közös munkát, de mi már régebb óta dolgoztunk együtt, és azt hiszem, hogy segítőkészek. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy kezdi megtalálni a helyét? Igen. Hát mindenhez idő kell, ehhez is kell egy kis idő, hogy megszokjam ezt a feladatot, és tényleg aktívan tudjak tevékenykedni. Ahogy azt már a beszélgetésünk elején is említettem, ugye a közéleti szerepvállalás az nem most kezdődött, ön is említette, hogy a Humán Bizottságnak a tagjaként is dolgozik. Mik azok a területek, amik közel állnak önhöz? Hát az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll az egészségügy. 18 évet dolgoztam az egészségügyben, tehát ott jó és rossz tapasztalatokat is szereztem, és a szociális terület, ugye az elesett embereknek a megsegítése, amit úgy érzem, hogy fő feladatomnak kell, hogy tekintsek. Mondhatjuk azt, hogy említette az egészségügyet, vagy akár a szociális területet, de gyakorlatilag önkormányzati cégnél is dolgozott hosszú évtizedeken keresztül, hogy ezeket a tapasztalatokat majd a képviselői munkájába is megpróbálja beépíteni? Mindenképpen szeretném beépíteni. Azt hiszem, hogy nagyon érzékeny vagyok szociálisan, és nagyon segítőkészen reagálok minden ember problémájára. Tehát amit a lehetőségem enged, azt mindent meg fogok tenni, hogy tudjak segíteni.
Mit kell tudni most azon kívül, hogy ugye önkormányzati képviselőként tevékenykedik, milyen feladatokat lát még el a közgyűlésben? Hát a közgyűlésben a Humán Bizottság alelnöke vagyok, és dolgozom még... Most dolgozik még több területen is akkor igen. Ezek szerint. Igen. Mik az eddigi tapasztalatai alelnökként? Mennyire más az, mint mondjuk külsős tagként dolgozni a Humán Bizottságban? Gondolom a felelősség az más. Hát sokkal nagyobb a felelősség. Itt az embertől számon kérhetik azt, ami munkát végez, amit csinál. Én úgy érzem, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ennek meg tudjak felelni. Mi az a prioritás, amit ugye említette, hogy a szociális terület, az elesettek segítése, az egészségügy, de mégis ettől függetlenül biztos szerepel valami prioritás az elképzeléseiben, a terveiben, amiket majd szeretne képviselni, megvalósítani. Igen. Gondolom ezt egyeztették párton belül is, hiszen a DK-nak is nyilván vannak prioritásai. Ezekről mit kell tudni, egy kicsit erről beszélgessünk? Igen, hát elsősorban az idősek és a szociálisan rászorultak támogatása, a másik dolog pedig a szociális bérlakások építése, ami szerintem nagyon fontos a fiatalok élete kezdéséhez, hogy ezekkel tudjuk támogatni őket. Az idősek kapcsán nyilván van elképzelés, gondolat is. Erről mit tudhatunk meg? Van-e valami kiforrott program, ami mentén szeretne majd dolgozni? Igen, szeretnék minden szociális intézményt személyesen meglátogatni, és a saját szememmel meggyőződni, és meghallgatni a problémáikat, hogy annak alapján tudjak segítséget nyújtani. Ez fontos egyébként, ez a személyes kapcsolattartás, akár a fehérváriakkal, tehát erre ön is nagy hangsúlyt szeretne majd fektetni? Mindenképpen a személyes kapcsolat az. Másképp állnak az emberhez, hogyha empatikusabbnak látják az embert. Mi a tapasztalat? Merülnek-e föl, hiszen nyilván ugye korábban is részt vett ebben a munkában, olyan kérdések vagy olyan meglátások, amit aztán utána tovább tud önkormányzati képviselőként is beterjeszteni vagy foglalkozni? Tehát, hogy vannak-e olyan témák, amiket mondjuk a fehérváriak hoznak, aztán utána jön ezt tovább képviseli? Hát több ilyen van, ugye, kezdhetjük az oktatás az egészségügy területén, amivel én nagyon sokat foglalkoztam, a prevenció bevezetése lenne nagyon-nagyon jó. Ugye, ha visszaemlékezünk, volt valamikor kötelezően a tüdőszűrés, és volt arról szó, hogy vastagbélszűrést is végeznek, és sajnos most mind a két betegség eléggé felütötte a fejét, és szerintem a megelőzés kevesebb bekerülne a költségvetésnek, mint a hosszabb időn keresztül történő gyógyítás vagy ápolás. Mondjuk ilyen városrészi szűrőprogramok azért vannak, ezt elmondhatjuk, hiszen számos helyre, ugye helyre viszik a szűréseket, gondolom ezt önök is jónak tartják. Igen, természetes, meg vannak különböző szűrési programok. Mi is csinálunk most éppen egy ilyet a Halesz Parkba, hogy ezzel is segítsük, és tényleg tegyünk a város egészségének megőrzéséért. És ami számomra még nagyon fontos, a város tisztasága. Én nem a városgondnokságot hibáztatom, félreértés ne essék. Én az emberek szemléletén szeretnék nagyon változtatni, hogy vigyázzunk a környezetünkre. Egy méterre a szemetestől eldobálják a műanyag flakonokat, a maszkokat. Itt élünk,
vagyunk, vigyázzunk erre a városra, hiszen olyan szép ez a város. Akkor egy ilyen szemléletformáló programon is gondolkozik ezek szerint? Igen, igen, mindenféleképpen próbálunk apróbb trükköket kitalálni, amivel ezt előre tudjuk mozdítani, hogy a csikkeket se dobálják el az emberek, mert ezáltal borzasztó nagy károkat okoznak a környezetnek. Ugye beszélgetésünk elején mondtam, hogy a képviselőtestület tagjaival készítünk egy sorozatot, és hát nyilván mindenhol középpontba kerül, meg a beszélgetésen ugye foglalkozunk a költségvetéssel, ami meghatározza a városnak az életét. Ez ugye elfogadásra került. Ön hogy látja, milyennek ítéli meg ezt a költségvetést? Én stabilnak ítélem meg a költségvetést, ez köszönhető a vállalkozások adójának a befizetéséből, ami közel 23 milliárd forint, és ezért köszönet jár nekik, hogy ezt a nehéz körülmények között tudták teljesíteni, és ezzel is hozzájárultak a város költségvetéséhez. Van olyan hangsúly, amit máshova tett volna egyébként, vagy elégedett ezzel? Azt hiszem, hogy mindenki számára van olyan terület, ahol esetleg több pénzt kellene hasznosítani. Egészségügy, oktatás, körzeti orvosoknak a rendszerét segíteni, oltások, tehát több terület van, ahova az ember esetleg, ha lehetősége lett volna, több pénzt tett volna félre. Nyilván ugye speciális helyzet is van, hiszen ezért azt gondolhatjuk, hogy az elmúlt három év történései, akár gondolhatunk itt a Covid-ra, akár gondolhatunk ugye a háborús helyzetre, azért ez nyilván befolyásoló tényező egy ilyen költségvetésnél. Igen, hát tulajdonképpen nehéz helyzetben van az önkormányzat. Nagyon nagy elvonások is vannak, borzasztó magasak az energiaárak, kénytelen takarékoskodni. Nyilván, hogy az a fontos, hogy az elkezdett projekteket befejezzék. Sajnos vannak olyan területek, ami nem valósulhatott meg, de most azt hiszem egy kicsit türelmesebbnek kell lennünk ezzel kapcsolatban. Ha az elkövetkező időszakot nézzük, akkor milyen tervei, céljai, célkitűzései vannak önnek? Hát nagyon szeretnénk olyan programot megvalósítani, hogy segítsük a fiataloknak a városba letelepedését. Ez szolgálhatja a szociális bérlakás program is, amit említett? Hogyne, természetesen. Elsősorban az, mert ha egy fiatalnak van egy lakás lehetősége, könnyebben indítja az életét. És akkor erre már vannak konkrét célkitűzések, vagy most formálódik még ez a terv? Hát tulajdonképpen mióta én nagyon rövid ideje dolgozom a közgyűlésbe, ez még olyan megbeszélés, átbeszélés szinten van, hogy együtt tudjunk dolgozni ezért. Ez egyébként kihívás, hogy ennyi időre lett ön önkormányzati képviselő, hiszen gyakorlatilag most ugye azért már a napokban bejelentésre került az is, hogy júniusban, 2024-ben, június 9-én várható majd a választás. Ez nyilván behatárolja az ön mozgásterét is, hiszen gyakorlatilag már-már egy kampányba fog beleülni, hogyha fogalmazhatok így. Igen, ez igaz, és ugye sok olyan dolog van, amit az elődöm, a Földi Júci már elkezdett, tehát arra is lehet még hangsúlyt fektetni, hogy befejezze az ember, és hát ami ezen a rövid időn belül a rendelkezésemre áll, azt megpróbálom megvalósítani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Köztér Extrával természetesen folyamatosan jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Műsorunkat, mint hogy a korábbi adásainkat is visszatekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és velünk tartottak, viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.